Élve, pucolva, vagy akár szeletben is meg lehet venni a halat ebben a szekszárdi boltban. Karácsony közelettével mindig nagyon megnő a kereslet a ponty, harcsa vagy kárász iránt, de különlegesebb fajokat is találhatnak a vásárlók. Karácsonykor sok magyar háztartásban tartják azt a szokást, hogy halétel kerül az asztalra. Gyakran előfordul az is, hogy valaki csak ilyenkor fogyaszt halat, mondjuk sült vagy halászlé formájában. Az ország szerte szinte mindent érintő áremelkedés ezt az ágazatot is elérte. Binder Zoltán, a bolt tulajdonosa elárulta, az előző évekhez képest közel 20%-kal többért jutnak ők is az áruhoz. Még annyira nem volt visszaesés a forgalomba, de kevesebb halat tesznek elé. Majd meg jövőre, hogy mi lesz, azt nem tudjuk mi. A tulajdonos azt mondja, az a tapasztalat, hogy inkább az utolsó pillanatokra hagyják az emberek a halvásárlást, hogy minden friss legyen az ünnepi asztalon. Pedig az édesvízi halak a mélyhűtőben akár 60-80 napig is megőrzik frissességüket. Többen vannak azonban olyanok, akik összekötik a kellemeset a hasznossal, és saját kezűleg próbálják kifogni a karácsonyi vacsorának valót. A Tolnai Horgász Egyesület tagjainak ez most nagy eséllyel sikerülhet is, hiszen november közepén el tudtak végezni egy késői telepítést, amivel több mázsa pontyot, dévérkeszeget és combót juttattak a holtágba. Most jelen pillanatban az időnek a hidegre fordulásával arányosan sokkal kevesebb a horgász is értelemszerűen, de akik tőzsgyökeres tolnaiak megszállottak, azok minden nap a vízen vannak most is, pont azért, mert ez a nagyon késői telepítés, ez elég komoly lehetőségekkel kecsegtet. A Magyarországon évente termelt 15 ezer tonna étkezési hal 77-78%-a ponty. Busából, amúrból, kárászból, süllőből, keszegből és a folyami harcsából 2-3 ezer tonna nevelkedik a hazai vizekben. A teljes magyarországi haltermelés 30-35%-át decemberben karácsony tájékán vásárolják fel az emberek.